Jogászként és közösségünk aktív tagjaként úgy gondolom, hogy a szabad vallásgyakorláshoz való jog az egyik legalapvetőbb emberi jog, amelyet a magyar alaptörvény is elismer. Ennek ellenére a jelenleg hatályos egyházi törvény a közösségünktől az egyházi státuszt megvonta. Ez az új törvénytervezet ezt a hátrányos megkülönböztetést a továbbiakban is fenntartja, tovább viszi, ezzel elképesztően megnehezítve a közösségünk mindennapjait. Mi reformzsidók, progresszív zsidók ugyanúgy megéljük zsidóságunkat a mindennapokban, mint ahogy azon közösségek hívei, akik többletjogokhoz és többlettámogatásokhoz jutnak.